Felvetődik a kérdés, hogy Matolcsy György független-e Matolcsy Györgytől. A Fidesz azt mondja, és a kormány, és a Nemzeti Bank is, hogy független, mi pedig azt mondjuk, hogy nem lehet független. Hogyha a Fidesz álláspontját vennénk figyelembe, akkor egy neurológiai betegséggel állnánk szembe, ugye ez a skizofrénia, de azért bízunk benne, hogy itt még nem tartunk, hiszen a mai napon kiderült, egy általam kiperelt iratanyagból, hogy a Pallas Athenae Domus Animae nevű alapítványnál Matolcsy György személyesen döntött befektetési kérdésekről, mint a kuratórium elnöke, és egy kuratóriumi tag ellenjegyzése kellett ehhez a döntéséhez. Az alapítvány 46,5 milliárd forint értékben vásárolt állampapírt, és ma közel 4 milliárd forintért helyezett el bankbetéteket. Ez alapján, az iratanyag alapján erről Matolcsy György döntött. Matolcsy György, mint a Nemzeti Bank elnöke és a kuratórium elnöke hozta meg ezt a döntést, tehát a Nemzeti Banktól nem független az alapítvány, és nem lehet független az alapítvány befektetési döntése. Itt is felmerül az a kérdés, hogy a tiltott monetáris finanszírozás szabályát akkor hogyan sértették meg, de felvetődik az is, hogy hogy történhetett, hogy ezekből a betétekből, állampapírvásárlásokból nagyon sokat, több milliárd forint értékben Matolcsy György unokatestvérének érdekkörébe tartozó banknál jegyezte le az alapítvány, tehát itt is látható, hogy itt rokonok, rokoni szálak fedezhetők fel, és az egyik iratból az is kiderül, hogy egy ilyen befektetési döntésnél alacsonyabb kamatot kapott maga az alapítvány, mint akkor a jegybanki alapkamat volt. Kérdés az, hogy ki nyerészkedett ezen, illetve a válasz is megvan, hiszen Matolcsy György unokatestvérének bankja kapta azokat a jutalékokat, amelyek alapján ők ezeket az állampapírokat lejegyezték, és a bankbetéteket megtették. Látható, hogy a törvénytelenségek sorozatával állunk szemben. Mi folytatjuk a harcot, ugye volt egy 6 pontos intézkedés csomagunk, ezt mi elindítottuk, állami számvevőszék, ügyészség, költségvetési bizottság, akit megkerestünk, vizsgálóbizottság, amit kezdeményeztünk, de el kell mondanom, hogy még mindig nem hozták nyilvánosságra a teljes adatmennyiséget, amelyet én kipereltem, amit nekik ki kell adni. Például ezekről a befektetésekről szóló szerződéseket sem hozták nyilvánosságra, és még mindig tartoznak a magánszemélyeknek nyújtott megbízási és támogatási szerződések nyilvánosságra hozatalával, illetve a magánszemélyek nevének a nyilvánosságra hozatalával, hiszen Péter Falvi Attila is kimondta már, hogy ezek közérdekű adatok. Mi is ezen az állásponton vagyunk, hogyha nem teljesítik, én már visszakérdeztem az alapítványhoz, de ha nem teljesítik a kérésem, és ezeket még mindig nem hozzák nyilvánosságra, akkor közérdekű adattal való visszaélés miatt büntető feljelentést fogok tenni. Ahogy mondtam, folytatjuk a harcot, a nyilvánosság a legfőbb fegyverünk, és vannak még érdekes adatok, információk ezekben az iratokban, papírokban.